Pusztítás. Ismét viharok söpörtek végig a megyén, amelyek sok kárt okoztak és bőven adtak munkát a tűzoltóknak. Nyári karbantartás. A fűtésmentes időszakban is fejleszt és felújít a nyírtávhő a megyeszékhely több pontján. Lite. Végéhez ért az Igrice és az Ilosvai Néptánc Együttes 2 éves közös projektje. Újra lecsapott a vihar a megyére, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A legnagyobb pusztítás péntek este végezte, amely során háztetőket bontott meg, fákat döntött ki és villanyvezetékeket rongált meg a nagy erejű szél. Emellett a vasúti közlekedésben is fennakadások voltak. A helyreállítás sok helyen akár hetekig is eltarthat. A kertben a fára csavarodva hever a felújítás alatt álló kemecsei református templom tetejének bádok szerkezete. Ezt azonban nem a munkások, hanem a szél kapta le. Itt végezte talán a leglátványosabb kárt a hétvégi vihar. Az esetről a gyülekezet gondnokát értesítették először péntek este. 8:49 magasságába jött hozzám a szomszédunk, aki nyilván a gyülekezet nyitott szemekkel figyeli a templom környéki munkálatokat, és lerohant, hogy jöjjek gyorsan, mert ugye levitte a tetőszerkezetet a szél, és ázik mindenhol, én azonnal ültem feleségemmel, autóban jöttünk, és akkor elkezdtük menteni, ami menthető, de időközben már polgármester úr is értesült a történtekről, úgyhogy rohant ő is, aztán Esperes úr is megérkezett, illetve 1-2 órán belül Püspök úr is, Fekete Károly, a helyszínre, és azonnal közös erőkkel elkezdtük a mentéseket, illetve hát a tűzoltóság és a katasztrófavédelem is értesítve lett. Vödrögbe csöpög a víz a templomban, a szószéket, az úrasztalát és az orgonát is fólia borítja. Utóbbi ráadásul nemrég lett felújítva. A mennyezeten is látszik a beázás. A tetőt kívülről borító dupla szigetelés ugyanis a bádoglemez leröpülte után megszívta magát, azóta pedig folyamatosan ereszti ki magából a vizet. A templomot így nem lehet használni, ezért az istentiszteleteket bizonytalan ideig a gyülekezeti teremben tartják, emellett az esküvők helyszíne is változik. A viharkára felújítás végét várhatóan jócskán kitolja. Az egyházközség lelkipásztora hálás mindazoknak, akik rövid időn belül segítséget nyújtottak. Ez egy fontos dolog egy ilyen helyzetben, amikor egy dolog esetleg holtpontra jutna, vagy megtorpanna, és van egy ilyen katasztrófa, akkor maga a fizikai mentésen túl azért az egy fontos dolog, hogy a helyi közösség kap egy olyan lelki támogatást is, mind a helyi világi vezetőktől, mind pedig az egyházi vezetőktől, ami egy ilyen helyzetben fontos lökést és erőforrást adhat a további munkákhoz, illetve hát a felújítás továbbviteléhez. A kemecsei önkormányzat elsősorban a védekezési munkákban segített, a polgármester elmondása szerint pedig már a kárfelmérés is megkezdődött. Itt elsősorban a biztosítónak szakemberek most a terep, amiben összerázzuk azt, hogy összegezzük, hogy milyen feladatok várnak itt ránk, és ezeknek a feladatoknak mind az anyagi, mind a díjazása, tehát az összessége az majd mibe fog kerülni, és majd természetesen a helyi közösségek, itt a református egyház ugyebár a tulajdonosa, és a református egyház részéről a püspök úr, esperes úr, tiszteletes úr azokat a lépéseket, amelyek ilyenkor szükségesek megtették, és mi magunk részéről is, az önkormányzat is azon vagyunk természetesen, hogy ennek a problémának a megoldását közösen megtaláljuk. A településen egyébként önkormányzati épületekben és más házakban is keletkeztek kisebb károk, például beázások vagy kéményborulások, amennyiben máshová is lesújtott a vihar. Ennek megfelelően a katasztrófavédők sem pihentek. Péntektől vasárnapig összesen több mint 130 viharkárhoz vonultak. Leggyakrabban a hirtelen összegyűlt csapadék víz szivattyúzása, úttestre, épületekre dőlt fák eltávolítása adott munkát a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóknak. A legtöbb bejelentés a megyeszékhely mellett Nyírlugossal érkezett. Nyírlugoson több háztető szerkezetét bontotta meg a szél, több ingatlan tűzfala beomlott, valamint egy
ingatlan kéménye is megdőlt. Nyíregyházán, a Szegfű utcában elakadt az összegyűlt csapadékvízben egy személygépkocsi, az Rényi Ilona utcában egy lakás mennyezete ázott be a padlástéren összegyűlt csapadékvíztől. Balkányban egy kidőlt fa magával rántott egy villanyvezetéket, ezt a szakai önkormányzati és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétre és motoros láncfűrész segítségével távolították el. A tomboló vihar a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott. Első körben szombatról vasárnapra viradó éjszaka voltak problémák több vonalon is, majd vasárnap délután és este még több embert érintettek a késések. A miskolci fővonalon egyes vonatok menetideje akár 2 órával is megnőtt, mivel kidőlt fák, elromlott biztosító berendezések és felső vezetékrendszerek akadályozták a forgalmat. A vonat közlekedés csak hétfő hajnalra állt helyre. Ugyan még nem kezdődött el a parlagfű tömeges virágzása, de a pollenszórás július utolsó napjaiban már elérheti az allergiás tüneteket okozó szintet, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A hiradó.hu a közleményre hivatkozva azt írja, az idei allergiás időszak várhatóan gyengébb lesz a szokásosnál. Az augusztus elején megjelenést követően a pollen koncentráció lassú emelkedésére lehet számítani, de a hónap közepére országszerte tüneteket okozhat a parlagfű virágzása. A szezon tetőzése az előző évek tapasztalatai alapján szeptember első felében várható. A közleményben kifejtik, idén a parlagfű virágzása a korábbi évekhez képest később kezdődik. Jelenleg a parlagfű állomány az ország nagy részén fejletlen, kevesebb a növény és a virágzat, a tövek is alacsonyabbak. A májusi, szokatlan hűvös időjárás feltehetően késleltette a parlagfű csírázását, később pedig a szárazság korlátozta a tövek növekedését. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az allergiás tünetek megjelenésére a mérsékeltebb pollenterhelés ellenére is számítani kell, ezért azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb keressék fel kezelőorvosukat, és kezdjék meg a gyógyszeres kezelést. Nyáron is több helyen végez felújításokat, karbantartásokat a Nyírtávfő Kft. A fűtési szezon kezdetére mindenhol szeretnének végezni a munkálatokkal. Közben 5 éves stratégiai tervük részeként a környezetvédelem jegyében olyan épületeket is bekapcsolnának a hálózatba, amelyeket jelenleg még nem távhővel fűtenek. A föld kibontva, a gödör alján látszik a távhővezeték. A nyíregyházi Őz utcai óvoda udvarán is dolgozik a nyírtávfő, ahogy több más helyen is a városban. Idén kicsit később, csak június elején kezdtek hozzá a munkákhoz. Azóta a legfontosabb feladataik közé tartozott az új bújtosi úszadattáv fűtési vezetékének kiváltása és építése. Láthattuk munkatársaikat emellett a Bethlen Gábor utcában és a Ferenc körúton is. Céljuk, hogy a városlakók a lehető legkevesebbet érezzék a munkálatokból. Igyekezünk ezeket a munkálatokat úgy szervezni, hogy minél kisebb legyen a fogyasztói korlátozás, kiesés. Igazából a legnagyobb munkálat ez az uszoda környéke volt az idén a kialakítás. Szigetüzemben ment az örökös föld, hiszen a vezetéket ki kellett vennünk üzemből. Emiatt átálltunk az ottani gázmotoros fűtőműre. Én úgy gondolom, fogyasztói reklamáció, mivel nem volt, hogy nem volt ebből sem probléma. Nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy lesznek még az idén is olyan váratlan felújítások, amelyeket nem számolunk, de távvezetékeink olyan volumenbe ki lettek cserélve az elmúlt időszakban, hogy bízunk abban, hogy üzembiztosak leszünk a következő télen is. A fogyasztók ugyan nem látják, de a hőközpontokban is folyamatosan végzik a különböző karbantartásokat. A tervek szerint augusztus végéig, de legkésőbb szeptember közepéig a fűtési szezon kezdetére mindenhol végeznek. A nyírtávfőnél természetesen a jövőre is megvannak már az elképzelések. Stratégiai célunk az, hogy az életben maradás feltétele az, hogy bővüljön a hálózatunk. Nyilván itt elsősorban a Nyíregyháza város belvárosának a levegőtisztasága is nagyon fontos szempont, hiszen a távhő a lakókörnyezetben emisszióval nem jár. Ezért a városközpontban és a város déli részén azokat az intézményeket vizsgáljuk, hogy hogyan köthetjük be a távhőszolgáltatásban. Ez egy 5 éves stratégiai célunk, és hát ennek érdekében dolgozunk. A cég a meglévő ügyfelek megtartása mellett egyébként új bekapcsolásokkal csaknem 10%-kal bővítette fogyasztói körét az elmúlt időszakban, így már mintegy 16 ezer lakás és 1000 intézmény, valamint egyéb közületi fogyasztó hőellátását biztosítja Nyíregyházán.
több mint 290 000 eurós projekt végéhez ért a nyíregyházi Igrice Néptánc Együttes és a nagyidai Ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes. A közös munka célja az volt, hogy felkutassák a még élő népzenei és néptánc motívumokat, és ezt bemutassák mind a szakmának, mind a laikus közönségnek. Az együttműködés eredményeként több mint 30 dalt és több mint 12 motívumot gyűjtött, dolgozott fel és rögzített a két együttes. A határmenti régióban évszázadok óta különböző nemzetiségek élnek együtt közös, de részleteiben eltérő kulturális hagyományokat kialakítva. A térség két meghatározó népi együttese a nyíregyházi Igrice Néptánc Együttes és a nagyidai Ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes szakmai versenyeken találkozott korábban, nemrég pedig egy közös projektbe kezdtek az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatásával. Európai Unió által finanszírozott Interreg programon keresztül kapott az Igrice Néptánc Együttes Nyíregyházáról, illetve a nagyidai Ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes finanszírozást, támogatást arra, hogy néprajzi gyűjtésekkel kezdve egy olyan együttműködést alakítsanak ki, amiben a még létező, meglévő hagyományőrzők, idősektől összegyűjthetnek olyan néptánc, népzenei, illetve népszokásokat, amiket át tudnak adni még a fiatal generáció számára különböző eseményeken keresztül, illetve egy online applikáción keresztül azok számára, akik nem tudtak személyesen részt venni ezeken a rendezvényeken. A közel 300 000 eurós összértékű projekt 2017. május 1-én indult és 2019. július 31-én zárul. Ez idő alatt 5 roadshow-t tartott a két együttes, ezeknek Nagyida, Hidas Németi, Bódva Vendégi és Tokaj volt az állomása. Tartottak egy nagyszabású gálát Nyíregyházán és egy konferenciát is a szlovák Szepsi városában. Az összegyűjtött anyagokat pedig 2 darab 3 napos workshop keretében mutatták be a szakma képviselőinek. A projekt vállalása az volt, hogy 24 darab dalt, zenét, tehát ugye nyilván nem csak énekelt dallam, tehát akár zenekar által játszott dallam is lehet. Gyűjtünk fel, illetve 12 tánclépés, motivumot, figurát. Most hál' Istennek mind a kettőt sikerült túl teljesíteni. Nyilván ezt egy kutatásnál előre nem lehet tudni, hogy mennyi lesz, lehetett volna ez akár kevesebb is, de több mint 30 dalt, éneket, sőt még régi hagyományos népi játékokat tudtunk felgyűjteni, illetve tánc motivumból is, úgyhogy ajánlások alapján, ugye ez mindig úgy megy, hogy leülünk beszélgetni öregekkel, aztán ők mondják, hogy még Józsi bácsi is tudta ezt meg azt, na akkor átmentünk a szomszédfaluba és így tovább. Tehát ott is sikerült túlszárnyalni ezt a 12 darab motivumot. A kutató munkát és a próbákat mindkét tánccsoport élvezte, örömmel vettek részt a projektben. Az eredmények a liteprojekt.eu oldalon bárki számára elérhetőek. Halálos áldozata is volt annak a balesetnek, amely a 4-es számú főúton Újfehértó és Téglás között történt péntek délután. Eddig tisztázatlanokból egy személyautó áttért a baloldalra, ahol egy kamionnal összeütközött. A karambol elejétől a jobb kormányos Ford szétszakadt. A kamion fékezés közben métereken keresztül tolta vissza. A balesethez a nyíregyházi hivatásos és az újfehértói önkormányzati tűzoltók vonultak. A beavatkozók teljes útzár mellett végezték a műszaki mentést. A mentők a személygépkocsi vezetőjén nem segíthettek, a helyszínen életét vesztette. Sok más állat mellett a tigris is a veszélyeztetett fajok közé tartozik. Egy évszázaddal ezelőtt még közel 100 000 tigris élt Ázsia szerte. Mára a szabad természetben élő állományukat 7 000 egyedre becsülik. A 9 alfajból 3 már teljesen kihalt, 2 pedig súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolnak. A tigrisek közül a szibériai tigris a legnagyobb, a maga 300 kg-os tömegével. Ebből az alfajból 6 egyed is megtalálható a Nyíregyházi Állatparkban, akik az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkeztek Sóstóra. De a világon fennmaradt, ma is élő 6 alfaj közül nem csak a szibériai tigriseket láthatják az állatkert látogatói. 4 alfaj közül a maláj, a szumátra és a mögöttem lévő szibériai tigrisek is benne vannak ebbe a speciális programban. A szibériaiknál már rengeteg szaporulat volt, a maláj és a szumátrai tigris pároknál pedig most bimbózik a szerelem, reméljük, hogy itt is hamarosan utódok születnek majd. Az egyes alfajok más-más méretekkel rendelkeznek. A legkisebb a szumátrai tigris, testtömege átlagosan mindössze 100 kg, harmada a legnagyobb szibériai nagymacska súlyának. A ragadozók inkább híresek nagy termetükről, mint táplálékszerzésük hatékonyságáról. 10-20 vadászatból csupán egy sikeres.
Többek között az életterük drasztikus csökkenése miatt tartoznak a tigrisek a veszélyeztetett fajok közé. Erre hívja fel a figyelmet a Tigrisek Világnapja. A természetben egykor 100 000-es nagyságban éltek tigrisek, a populáció azonban drasztikusan csökken, a régi élőhelyük csupán 7%-án fordulnak elő, és az összes alfaj kb. 7000 egyede található meg a szabad természetben. A Kaszpi, a Jáva és a Balti tigris már kipusztult, csupán 6 alfaj él a világon, és ők is végveszélyben vannak. Például a szumátrai tigris, amire talán a legbüszkébbek vagyunk, összesen 300 egyed él belőle világszerte, és olyan 500 állatkertekben. A nagymacskák fekete báránya a fehér tigris, amely a bengáli tigris egyik mutációjaként jött létre. Az első fehér tigrist 1951-ben fogták be Közép-Indiában. Ettől a nagymacskától származik az összes élő fehér tigris, akik mind fogságban élnek, hiszen ez a színváltozat nem élne meg a természetben, nem tudna rejtőzködni.85 játékossal és 10 edzővel kezdték el a munkát hétfőn a Nyíregyháza Blue Sharks kosaras képzőtáborában. Egy héten keresztül a korosztályuknak megfelelő kondicionális, technikai és taktikai edzéseken vesznek részt a fiatal kosarasok. A fociban lassan már rajtolnak a különböző szintű bajnokságok, a többi labdajátékban viszont még csak most kezdik el a felkészülést a csapatok. A Nyíregyháza Blue Sharks a jövő hét elején vág neki a munkának, ezen a héten viszont már a fiatalok számára tartott képzőtáborral hangol a szakmai stáb is néhány játékos. Ez a negyedik alkalom, amelyre a tavalyi 40-nel szemben 85-en jelentkeztek. A kezdőktől a 18 évesekkel bezárólag több csoportban 10 edző foglalkozik a fiatalokkal. Reggel 8-kor kezdődnek az edzések, de már reggel 7-től tudjuk fogadni a gyerekeket. 8-kor van egy közös bemelegítésünk, és utána, amit láthatjátok, van 6 állomásunk, ahol 30 percet dolgoznak a gyerekek, külön vannak szedve a technikai elemek, valahol kondicionális fejlesztés van az egyik állomáson, másik állomáson különböző mobilizációs és funkcionális edzésekkel ismerkedhetnek meg, illetve külön vannak szedve a kosárlabda technikai elemei is, gondolok itt a labdavezetésre, zicserdobásra, dobásra, alsóposztképzésre. Úgy állítottuk össze a programot, hogy a kicsiknek külön van, tehát a 10-12 évesek külön programot csinálnak, ugye náluk még az zicserdobás és a különböző ilyen erőfejlesztés gyakorlatok is nagyon az alapdolgok. Az U14-es korosztálytól felfelé pedig már normális sporták specifikus kosárlabda képzést tartunk. A kékcápák játékosa Vaskó György nyáron sem hanyagolt el a mozgást, annak viszont kifejezetten örül a fiatal irányító, hogy ezen a héten egy picit más szerepkörben is kipróbálhatja magát a pályán. Én személy szerint már nagyon vártam, igaz, hogy egész nyáron ugye dolgoztunk a csapattal, labdáztunk, kondicionális edzéseket végeztünk, de ez egy teljesen más körbe csöppentünk most bele, ugye, hogy edzőként, és segíthetünk a kisebb gyerekeknek, de én már személy szerint nagyon vártam, és már felkészülés is nagyon várom, hogy legyen egy még több és egy még jobb rendszeresség az életemben. Szerda délután játékos sorversenyeket iktatnak a programba a szervezők, pénteken pedig dobóversenyekkel, osztármeccsekkel is egy válogatott játékos látogatásával zárul a képzőtábor. Vereséggel zárult a Kisvárda és a Nyíregyháza Spartacus bajnoki főpróbája. A várdaiak 2 meccset játszottak a Gyirmóttal, és 4-3-ra, illetve 2-0-ra kaptak ki ellenfelüktől. A Spari Mezőkövesden szenvedett 1-0-ás vereséget. A Kisvárda szombaton hazai pályán a Paks ellen, a Nyíregyháza vasárnap idegenben a Budaörs ellen kezdi a szezont. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Újra lecsapott a vihar a megyére. A legnagyobb pusztítás péntek este végezte, amikor háztetőket bontott meg. Fákat döntött ki és villanyvezetékeket rongált meg a nagy erejű szél, amely a kemecsei református templom tetejét is levitte. A vasúti közlekedésben is voltak fennakadások, vasárnap este egyes vonatok akár 2 órát is késtek. A tűzoltóknak így bőven akadt munkájuk. A helyreállítás sok helyen akár hetekig is eltarthat. Nyáron is több helyen végez felújításokat, karbantartásokat a Nyírtávfő Kft. Jelenleg az Őz utcai óvoda udvarán dolgoznak a megyeszékhelyen. A fűtési szezon kezdetére, legkésőbb szeptember közepére mindenhol szeretnének végezni a munkálatokkal. Közben 5 éves stratégiai tervük részeként a környezetvédelem jegyében olyan épületeket is bekapcsolnának a hálózatba, amelyek jelenleg még nem távhővel fűtenek.
több mint 290 ezer eurós összköltségű projektben vett részt a nyíregyházi Igrice Néptánc Együttes és a nagyidai Ilosvai Tánc Együttes. Ebből közel 250 ezer euró uniós támogatás volt. Az együttműködés eredményeként több mint 30 dalt és több mint 12 motívumot gyűjtött, dolgozott fel és rögzített a két együttes. Ezeket roadshow-k, gála, konferencia és szakmai workshopok keretében mutatták be a szakmának és a közönségnek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 29-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, szorványosan zápor, zivatar azonban előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, de a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 19 fok körül alakul. Kedden erőteljes gomoly felhő képződés várható, szorványosan előfordulhat zápor, eső, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás, a hét közepén a gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap, és csak elszórtan valószínű zápor, eső, zivatar.